Sziasztok, ez itt újra a Silence of the Sleep. Pár hónappal ezelőtt azért hagytam abba a végigjátszást, mert nagyon elegem lett ebből a játékból. Azt hiszem a harmadik epizódnál jártam egy ilyen leégett házban. És néhány részen nagyon elakadtam, ráadásul közben még egy szörny is már üldöz minket. Szóval nem hagyja, hogy nagyon körbenézzünk és gondolkodjunk. Meg más eléggé rossz rész is volt, amit majd most be fogok vágni. De én azt mondom, hogy folytassuk ezt, mert engem érdekel a játék sztoria. Szóval most fogom bevágni azokat a részeket, amiket már több mint 3 hónapja vettem föl. És utána majd visszatérünk oda, ahol abba hagytam. Múltkor nem tűnt föl, hogy itt van a jobb oldalamon egy ajtó. Éppen, hogy csak látszik. Most, hogy így odafordulok, már egyértelműen ott van. A város, amit elválaszt a nap. A bal oldalon van 2 rész azoknak, akik fentebb élnek. A ballon meg 2 azoknak, akik lentebb élnek. Ez vajon mit jelenthet? Ez viszont még nem oldja meg a továbbhaladásomat. Szóval igazából szerintem elfutok innen, mert ott van megint az a szörny. És megnézem, hogy van-e még olyan ajtó, ami nekem nem tűnt föl. Jaj, már megint. Tessék abba hagyni a rutyutyuskodást. Ó, pont most tűnt el. Hát köszönöm, hogy hallgatott rám. Júj! Jól van, ő se érzékeny a fényre. Szerencsére. Ó, itt is van még egy ajtó. Na, ezt mondjuk észrevettem a múltkor. Talán itt még megnézhetek valamit. Egy bölcső. Valami van benne. Micsoda? És semmit nem látok benne. Megszereztük a mester kulcsot. Jó, van ez egy kicsit lusta design, mert egyértelműen semmi nem volt ott. Jó, várjunk csak, ez lesz az a kulcs, amit... Ja, egy kicsit a város dizájnjára emlékeztet itt a betörnye. És akkor mit kell ezzel csinálni? Jó, el kell forgatni, hogy pontosan úgy nézzen ki. Értem én. Na akkor nézzük csak, hogy hogy van ez. Szóval azt mondja, hogy a bal oldalon arra kell figyelni, hogy hogy a fönti minta jó legyen. Mert tényleg ott a tóban nem rendesen tükröződik a város. Jobb oldalon pedig arra kell figyelni, hogy mi van lent. Hogy micsoda? Lekapcsoltam az a lámpát.
Szóval ez az a rejtőzködés, amiről szó volt eddig. Szerintem már biztonságos. És ha jól látom, akkor igazából ez is megfelel. Szóval tényleg mindkét oldalon két-két olyan házcsoport, háztömb van, ami megoldás lehet. Tudom, hogy meg fogsz jelenni. Ó, irányult! Így kell irányítani a légzést, tényleg. Hát nem sokan múlott. Igazából lehet, hogy az a lényeg, hogy külön kombinációt kell létrehoznunk az emeletre, illetve a földszintre. Mert ebben a házban már voltam az emeleten, igaz, hogy nem jutottam ott sokáig. Szóval mi van akkor, hogyha a bal oldalon... kell néznünk két felsőt. Nem, először a földszintet nézzük. És akkor szerintem ez lenne ott a kombináció. Mert eddig azt hittem, hogy a mesterkulcsnak egy kombinációja van, és akkor nyitja az összes ajtót majd az egész házban, de nem, lehet, hogy ez lesz a megoldás. És akkor igazából nem olyan rossz és véletlenszerű a rejtvény, mint amire gondoltam. Megvan végre! Jó, nem tudom, hogy én miért úgy gondoltam, bár szerintem az se lenne teljesen értelmetlen megoldás. Van, akkor ezek szerint változtatni kell a kulcsot az alapján, hogy hol vagyunk a házban. Rozsdás. Ajaj. Nem! Gyorsan bújjunk el. Pont jókor nézegettem a vérrel teli kádot. Na, most már keresgéljünk benne akkor. Olyan mondom, legnehezebb része eddig a játéknak. Vagy lehet, hogy nem találtam meg mégse. Mert nekem úgy tűnt, mintha valami csillogna a kezében, de akkor nem. Egyszerűen csak ilyen csillogós a keze. Nincs is semmi abban a kádban, ez hazugság. Hát itt fogok elakadni, komolyan. Továbbra is semmi. Vagy tényleg teljesen így pixelpontosan kell valahol megtalálnunk, hogy mégis mi van ott?
oké, most lehet, hogy megnézek egy guide-ot a netel, hogy mégis mi van itt. Mert ez abszolút szörnyű. Ó, megvan! Csak mondanom kellett, hogy lehet, hogy megnézek egy guide-ot. Jól van, csak mutatta, amikor megtaláltam valamit, csak pixelpontosan kellett keresni. Jaj. Látunk egy csavart. Mármint... Jaj, te jó ég, hogy fordítják. Jaj. Mindegy, csavar leszel, nem érdekel. No. Jön a mi kedvenc botanikai egzotikusságunk itt ünnepelni, hogy megtaláltuk. Nem kapod meg az alkatrészemet. Ez az enyém. De mit kezdjek vele? És már is szütymörög itt ez a hurut. Valahol itt az első szinten volt egy kulcs. Hoppá! Zárva. Szerencsére megtaláltam a sötétben is az ajtót. Na gyere csak! Én már elbújtam. Furutkodjál máshol! Hát igen, nem a legjobb, hogy egyfolytában itt van körülöttünk. Szóval igen, így az igazán poén rejtvényeket megoldani, meg gondolkodni, hogy ez így percenként megjelenik. Jó, az az ajtó akkor zárva a jobb oldalt. És ha minden igaz, akkor ezt a kulcsot kell valahogy elforgatnom ahhoz, hogy kinyithassam. Jó, csak ez lesz. Pár hónappal ezelőtt ugye már egyszer kitaláltam a kombinációt. De aztán el is kapott a szörny. Mi az, hogy zárva? Kizárt. Úgy lehet, hogy a másik ajtón működött ez a kulcs. Na, ez az az ajtó, amit kinyitunk. Jól van. Mik ezek a hangok? Jaj, és ez volt az a... borzasztó kád. Amiben egyszerűen nem tudtam megtalálni az alkatrészt. Hol lehetett? Most meg egy idő alatt megtaláltam. Jó helyen kerestem, de annyi időt szenvedtem itt, pedig végig matattam az egészet. Ez borzasztó volt. Ja, és persze, hogy itt van az ajtó mögött a szörny. Hangokból ítélve. Aha. És megint muszáj elbújnom. Poén, ugye? Ja, de mielőtt följövök, még át kéne állítanom a kulcsot tényleg. Még arra is figyelnem kéne. Igen, pont a két baloldali épület ott egymás mellett. Most már egy kicsit bátrabban kipróbálhatom, hogy... vajon végre működik-e föntre ez a kulcs? Hol? Zárva. Lehet, hogy... ekvipelve volt.
Nem tudom, hogy kéne ezt csinálni. Na, állj le, Jacob! El kell bújnunk. Van néhány gombom, ami beakad, de a shift az nem tartozik közéjük. De gyere már ide is tudjuk le ezt az üldözést. Vissza is tartom a lélegzetem, hogyha kell. Vissza se gyere! Köszönöm. Aha. Ide már működött a kulcs. Csak nem volt értelmetlen, amit csináltam. Ó, ez micsoda? Egy felkiáltó jel. Ez valamiféle stand. Talán filmeznek itt. Itt van egy függöny. És igen, én kérek egy kis fényt. Talán elijeszti a szörnyet. A természetes fény. Nem tudok itt sok mindent csinálni. Ó, hello! Látom, hogy mikor jön. Jó lenne, hogyha többször is mutatna ilyet a játék. Kicsit talán kevésbé lenne ijesztő. Hogy tudom, hogy éppen hol van a szörny, de... A játékmenet lehet, hogy élvezhetőbb lenne. Vigyázni kéne, mert még mindig a közelben van. Valószínűleg nem működik ez, de azért megpróbálom. Mi és tényleg be tudom illeszteni oda. Viszont még mindig hiányzik valami. Mondom, diavetítés lesz itt. Mint hogyha csak egy somlói streamet néznétek. Ez itt micsoda? Valami apáca? Nekem annak tűnt. Az a baj, hogy lehet, hogy a földszintre is és az emeletre is, a padlásra is egyszerre két kulcsot kell készítenünk. Hova tűnt ez meg? Bocsi apáca, de én itt hagylak téged. Ha jól láttam, akkor balra halad, de... Nem baj, elbújok itt. Hát ez gyorsabb volt, mint az előző.
Légy szíves, tűnj el. Opácákat kell kergetnem. Most ne zavarj. No, nem ide jött. Ó, de csak történik valami. Omlik le a világ. Ahogy a rossz beszerezhető játékok epizódban hallhattuk régen. De valamit itt lehet csinálni egyébként. Ez most mire volt jó? Az lenne a cél, hogy egyre több fényt hozzunk a házba. Annyit teszek, hogy megnézem, hogy kijön a más kombináció is akár. Ilyet pedig már látok, jól van. Persze, hogy elkezd szütymörögni már megint. Most mondhatjátok, hogy hoho, szép scam. De engem most nem érdekel. Safe scum for life. Ez nem az a játék, amit én kifejezetten szívesen vinnék mentések nélkül. Remélem nem erre jött, hanem bement valamelyik másik szobába. Jó lenne letesztelni, hogy működik-e ez a kulcs a másik ajtón. És igen. Jól van, csak haladok valamennyire. Csak szemét, nem lehet semmit se használni. Van itt egy levél. Valamennyire olvasható? De nem igazán. Meg se mozdul. Jó, akkor a levéllel valamit talán csinálni kell, mert így egyáltalán nem lehet elolvasni. Legalábbis nekem nem megy annyira. Az a baj, nem ide kellett jönni. A kombináció jó volt, de ez nem segített semmit most. Jól van, akkor meg kell nézni a másik ajtót a földszinten. Az lesz a következő hadművelet. És persze, hogy ott vagy. Fussál már, Jacob! Jó. Ez pozitívum egyébként. Hogyha egyszer kinyitunk egy ajtót, akkor az nem záródik be újra. Nem. Na nézzünk még egyet. Talán ez lesz az. Ez nagyon hasonlított az egyikre. Legyen ez a kombináció, légy szíves. Kezd elegem lenni a kulcspörgetésből. Ú, menthettem volna. Huh. Van valami a sütőben. De be van zárva, szóval nem nyithatom ki. Ej. Hát az kár. Van valami írás a falon. Igazad volt. Az esésem még csak most kezdődik. És ahogy egyre mélyebbre esek, fent a fény egyre gyengébb. Igen, hogyha valamit tanított nekem a Silent Hill, az az, hogy így nézzük meg, hogy milyen pőzli van mellette, és valószínűleg
az lesz a megoldás. Szóval mik az irányok? Jobbra, lefele, lefele föl. Ez egy egész jó pőzli, de eléggé rövid is, szóval könnyű rájönni a megoldásra. Na és tényleg ez. Egy furcsa prizmát találtunk. Ez lenne az utolsó hozzávalója a fenti pőzlidek. De akkor már volt értelme a függönyt elhúzni, mert akkor ugye a prizma szórhatja a fényt. Mögöttünk van nagyon. Szerencsére el lehet bújni. Ne balra menjél már, ki a szobából. Most! Jó, ügyes szörny. Na szóval az alkatrész, az fogalmam sincs, hogy itt mire van mégis. De az biztos, hogy ide kell a prizma. Ó. Mégis merre kéne, hogy mutasson. Ó, várjunk csak, ez a földszinti szoba. Ennek a padlója omlott le akkor, ugye? Lehet, hogyha lefelé irányítom a fényt, akkor történni fog valami. Valószínűleg erről van szó. Valamennyire olvasható, de körülbelül annyira, mint az ilyen 19. századi levelek. És nem 10 percet kéne szórakoznom ezzel szerintem, hogy ezt elolvassam. Először lent nézem meg, hogy mi történt. És hogyha ott nem tudok tovább haladni, akkor visszajövök ide. Ez az egyetlen szoba szerintem, ahova jöhet a prizma fénye. És nem. Ó, de igen. Csak más szögből, mint ahogy számítottam. Megmutatott egy lyukat a falban. Micsoda? Wow. Ezt nem fedezhettük volna fel nélküle. Vagy lehet, hogy a fény égette ki ott a falat. Érdekes lenne, de végül is ez valamilyen álomvilág vagy purgatórium, szóval megtörténhet. Akkor menjünk a pincébe. Az mindig a ház legérdekesebb része, ugye? Valaki itt napokat számolt. Jaj, jó újra találkozni veled. Szép estét, uram. Mi a pokol ez a hely? Hát szerintem pontosan. Vártam magára, uram. Már kezdtem itt unatkozni egyedül. Sajnálom, nem vagyok valami profi zenész. Túl sokáig voltál távol. Én engem most büntetnek valamiért? Én elmondtam. Az út szörnyűségekkel van megtelve. De a büntetés egy nagyon kemény szó, uram. Szóval én szeretem elhagyni a használatát.
lassan rá fogsz jönni mindenre. Arra tartasz. Én ezt meg nem tudom érteni. Minden relatív, uram. Nem tudod egyedül. Még dicsőrni. Nem sikerülhet neked egyedül ez az út. Szóval hagyd, hogy segítsek. Igen, miután az előbb rávettél, hogy lecsapjam a kezem. Hogyan? Szükségem van arra, hogy bízzál bennem. Ugyanis én vagyok az egyetlen barátod. Ez a ház veszteséggel van elzárva. Ahhoz, hogy az utadat folytathasd, játszanod kell egy zenét, hogy ezt a lakatot feltörjed. És neked nem lesz ismeretlen ez a dallam. Még azt is megkockáztatnám, hogy ez az eszenciád dallama, uram. Te definiálod, és az egészé tesz téged. De hallgassál az én beszédemre. Vidd ezt a papírt. Ebben van elrejtve az a titok, amire szükséged van. A következő találkozásunkig. Ó! Találtam egy papírt számokkal és lyukakkal rajta. Na hát már tudom is, hogy hol kell ezt használni. Újra eltűnt. Akkor tényleg nem kellett volna kivennem ott a... ezt a furcsa írást. Nem lett volna sok értelme. Ó, zongoráznunk kell. Hát ez zseniális. Pont miután említettem a Silent Hill-es pőzlit. Annál a verses rejtvénynél, ugye? És ott éppen a Silent Hill egynek a zongorás rejtvényére gondoltam, ami... hát eléggé emlékezetes. Nem olyan hosszú egyébként ez az epizód, csak tényleg ez a... Master Key forgatás, ez eléggé borzasztó volt. Szóval itt használjuk. És ennyi, meg van oldva. De ott voltak normális szavak is, szóval szerintem el lehetne olvasni. Ezt most így meg kéne jegyeznem egyébként. Nem, szerencsére nem. Most már nálam van a megoldás. Olyan furcsán jár egyébként néha Jacob, amikor így lelassul a játék. Olyan, mintha csúszkál a talajod. De ez nem normális futás. Na szóval... D, B, E, F, vagy akár közben is nézhetem. De hol van a negyedik? Nem tudom, hogy itt mit kéne csinálnom. Akkor egy, kettő, három. Magamtól kéne kitalálni a négyet, meg a hetet. Vagy akkor mi legyen? Lehet, hogy van egy olyan billentyű, ami nem csinál hangot. És akkor a négyesnek meg a hetesnek azt kéne nyomni? Nem!
Jó, van, hát akkor kezdjünk próbálkozni. És aztán EB és D. Nem. Valamit kihagyok, ugye? Jó, így mi lehet? Azt is nézem egyébként, hogy itt látszik, hogy néhány billentyű jobban megkopott. Szóval lehet, hogy az utal arra, hogy még itt a GB-t is. Talán még a GB. Nem. A G-t még lehet, hogy használhatjuk. Vagy mi van akkor, hogyha csak a GB lesz az mindkettő? Ezt megéri megpróbálni, és D. Nem? Pedig ez tűnik még nagyon megkopottnak. Bár ez is. Jaj. Szerintem itt most megvágom a videót, nincs értelme, hogy több gigabájtnyi felvételt vegyek fel erről. Három. És pont a négy és a hét hiányzik. Jó, más ötletem már tényleg nem lett volna. Jaj, hogy ez nem jutott nekem hamarabb eszembe. Furcsa is volt tényleg, hogy ezt a kódot sehol se használtam föl. Ó, és oda föl is írja rá Jacob szóval. Nem kell itten külön jegyzetelnem. Igen, az a probléma, hogy annyi ideig el voltam veszve ebben a házban, hogy már meg is feledkeztem arról, hogy az a kód egyáltalán létezett. De ez így már sokkal egyszerűbb lesz. Egyébként ez tényleg egy egész jó rejtvény. Megoldja a játék, hogy tényleg a dobozon kívül kelljen gondolkodnunk. Hogy így azt hiszük, hogy már megvan a rejtvény összes része, de nem, kombinálni kell egy olyan dologgal, ami azt hittük, hogy hogy egy teljesen másik dologhoz tartozik. Rejtvények kombinálása az, ami a leginkább összezavarhat engem szerintem. De nézzük is ezt a kódot. 2 E 6 EB 5 megint E 3 F 5 E 8 D és 1 dB. Az a baj, teljesen rossz logikával kezdtem. Bár akár azt is lehetett volna figyelni, hogy eddig melyik billentyűket használták a leginkább. És megint mehetünk
egy még Silent Hill-esebb részre, ugye? Epizód vége van, szóval gondolom jönni fog egy jelenet, ami miatt már szedem is elő a fordítót. Eléggé lassan történnek a dolgok itt egyébként. Mármint az első átváltozás is véget ért a zene, amikor ott T-pózba állt az a pincér. És egyszerűen csak ment tovább maga a jelenet. Olyan, mintha a jelenet belassult volna, de a zene nem. Ez az egyik kritikám eddig a játékkal. Semmi ok nem lenne arra, hogy ez a jelenet belassuljon. Itt most nyomnom kéne valamit egyébként. Hát én próbáltam, de nem működik most semmi. Lehet, hogy abban a kádban volt öngyilkos. Teljesen elképzelhető. Nem, egy hosszú hajú japán lány jött ki onnan. Mit látsz, Jacob? Az utamat látom. Fájdalom. És egy nő. The treatment. Az ellátás. Köszönöm, Jacob. Mára elég. Egy rövid behívóval érkeztél? De már esteledik, szóval ideje lenne lefeküdni. Szerintem itt a betűrend egy kicsit össze van kavarva, de holnap reggel az első dolog, amit megteszek, az az lesz, hogy itt körbevezetlek. Jacob. Kelés idő. I'm here to wake up and chew bubblegum. And I'm all out of gum. Ha, eltűnt a zseblámpám. Első nap. A ködbe burkolt hely. Mi az, hogy első nap? Minek az első napja? Ez a szoba egy kicsit ismerős. Hol lehetett? Nincs rá szükségem. Ágyba gondolom, nem bújhatunk vissza, de lehet, hogy mond rá valamit, Jacob. Nem. És semmi nincs nálunk. Jó reggel, Jacob. Hogy aludtál?
Reggel 7-ig ismerlek a motelből. Azokat a dolgokat később beszéljük át, Jacob. De most... Kövess, és megmutatom neked a területet. Mi volt ez a glitchelés a szövegben? Ezt is láttátok? Szóval mi lennénk a hatos páciens? Rendben. Valami gyógyintézetben vagyunk. Ó, igen, a te szobád a hatos. 9 páciensünk van itt Moonpeaks kertben. A legtöbb szobát ebben a... ezen a folyosón találod. Szabadon közlekedhetsz, viszont figyelj arra, hogy udvarias legyél, Jacob. Oké, mehetünk tovább. Jó, már érdekes volt, hogy miért nem mutat valami átvezetőt. Ez az egyik fő kórtermünk. A második emelet nagy része egy egyszerű négyszög, szóval elég könnyedén meg lehet találni az utadat. De megmutatom. Innen bemehetünk a szórakoztató szobába. Ez az a hely, ahol az emberek összegyűlnek, hogy kipihenjék magukat, vagy hogy szórakozzanak. Amint befejeztük ezt a túrát, mindenképpen csekkold. Úgy is van egy ilyen hatalmas óra. Itt van a tűzhelyünk. Nincs is nyugtatóbb annál, mint ahogy pattog a tűz és a lángok. Hé, Doki. Reggelt, Mark. Hogy vagy ma? Elég jól. Köszi, Doki. De ez kicsoda. Van egy új páciensünk. Igen, Mark, ez Jacob. Lúdi Bid. Várjál, ezt hogy lehetne lefordítani. Üdv a bolond kukában. Jacob. Nem tudom. Lehet, hogy a Bean mást is jelent. Őrült dutyiban. Jaj, az volt a legrosszabb, amikor a Doom 3-ban a Dungeon-t úgy fordították le, hogy Dutyi. Igen, a Doom 3-ot vittem magyar szinkronnal, mindenkinek ki kéne próbálnia egyszer. Na szóval... Jacob tegnap este érkezett, későn. Adnál neki egy kis... légző területet, Mark? Ó, természetesen, sajnálom, Doki. Rendben, már biztos vagyok benne, hogy jobban lesztek. De most... hol is tartottunk? Innen elérhető a szórakoztató szoba is, és a művészi terápia szobák is. Ja, abból is csak egy van, csak két szobára. Gondolt egyben. A művészeti terápiás szobát zárva tartjuk, amikor nem használjuk. Egyszer majd látni fogod, egy lélegzetelállító terület. Vagy hely. Mentsek? Nem. Még megvárom, hogy mi történik. Itt a folyosó legvégén megtalálhatod a liftet,
ami az első emeletre vihet téged. Kisebb, mint a fenti lakószobák, de időnként lemegyünk oda például enni. De most ne menjünk oda, hanem maradjunk itt. Gyere, Jacob! Na, ide kéne jönni? Nem. Itt vannak a fürdők. Kettő van lent is. Nem lehet itt sok mindent látni. Menjünk tovább. Ez aztán rendkívül izgalmas. Disneylandbe kéne erről egy ride. Itt van a többi páciens szobája. Oké. És ez az én irodám. Mindig zárva tartom, amikor nem vagyok jelen. De hogyha látsz engem az ablakon át, és nem tűnök túl dolgosnak éppen, akkor jöhetsz és beszélhetsz velem. Rendben, akkor vissza a szobádba. Ó. Kerültünk egyet. Sajnálom, Jacob, de nekem most rendkívül sok a dolgom, szóval ez egy rövid túra volt csak. De nyugodtan nézzél körbe és beszéljél az emberekkel. És most éppen reggeli idő van, szóval lemehetnél. Amint megismerkedsz a helyjel és az emberekkel, gyere hozzám, és elkezdhetjük az első hipnoterápiádat. Rendben, köszi Jacob. Majd látjuk egymást. Köszönöm, Mr. Ó, elnézést. Clifford Russell szolgálatára. Rendben, köszi Clifford. Na és én most nem megyek le reggelizni. Hanem végre mentek egyet. Elég késői reggeli, hogyha már lassan 10 óra lesz. Na szóval itt fogjuk folytatni. Remélem, hogy nem fogok olyan sokszor elakadni, mint a harmadik epizódban. Dupla mentés, biztonságképpen. Igen, ez a harmadik epizód egy kicsit fájdalmas volt. Remélhetőleg mostantól már jobban fogok tudni haladni. És már számítani fogok arra, hogy a rejtvények lehet, hogy bonyolultabbak, mint amilyennek elsőre tűnnek. Bár az is probléma lehet, hogyha túl gondolok valamit. Na de. Remélem azért tetszett idáig a sztori. Következő videóig. Sziasztok!